Patika az utazásra. A rendszeresen szedett gyógyszerek mellett jó, ha van sebfertőtlenítő, lázcsillapító és görcsoldó is a házi patikában. Változások, új kedvezmények, átalakult bérletrendszer és infrastruktúrális fejlesztések, ezek jellemzik a MÁV Volán csoport első fél évét 2024-ben. Rekord vásárosnaményban 400-an énekeltek beregi népdalokat a Zoárd napi sokadalomban. Nyaralás előtt érdemes összeállítani egy kis úti patikát, amely tartalmazza a legszükségesebbeket. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A rendszeresen szedett előírt gyógyszerek mellett legyen a neszeszerben sebfertőtlenítő, láz- és fájdalomcsillapító, emésztés segítő, allergia elleni készítmények, hányinger elleni szer, magas faktorú napfényvédő. Gyerekek esetében pedig jó, ha van fülfájás elleni gyógyszer bekészítve. A krémeket lehetőleg hűtőtáskában szállítsuk, és a nyaralás alatt tartsuk hűvös helyen. A gyógyszerek a sugárzó hőtől és gyermekek elől elzárva tartandóak. A fényvédő elengedhetetlen kelléke annak a neszeszernek, amit a nyaraláshoz készítünk össze. A szakemberek a legalább 30 faktoros változatot ajánlják, ettől gyengébb naptejet ma már nem is lehet kapni. Utazás előtt nem szabad megfeledkezni a rendszeresen szedett felírt gyógyszerekről és azok megfelelő mennyiségéről. Hogy ezeken felül még mit kell tartalmazni az úti patikának, azt az dönti el, hogy ki, hova és mivel utazik. Hogy a kisgyermek van az utasok között, akkor semmiképpen ne felejtsék otthon a tápszert a gyermeknek, hogyha még tápszeres korú. Felnőttek esetében pedig, hogyha van krónikus gyógyszer, akkor azt mindenképp vigyük magunkkal. Sokszor ilyenkor előre kell gondolkodni, mert van, hogy a házi orvos az el kell látogatni és feliratni megfelelő mennyiséget. A következő, hogy mi az úti cél. Ilyenkor nyáron általában melegebb területekre mennek az emberek, és elsősorban vizeskedésről szokott szó lenni. Ilyen esetben, hogy a gyermek utazik velünk, akkor fülfájáson mindenképpen számítunk, fülcseppel kell készülni, lázcsillapító mindenképp legyen, ami egyben fájdalomcsillapító is, és ez kornak megfelelő legyen. Tehát a gyermek akkor, és kicsi, akkor valószínűleg csak szirupot tudnak vinni, hogyha már picit idősebb és van rá lehetőség, akkor viszont tablettát vagy rágótablettát vinnek, ez már 6 éves kortól elérhető. És hát az kérdés még, hogy mivel utaznak, vonattal, repülővel, autóval, mindenképp készülni kell hányingercsökkentővel, ami az egész családnak jó, ez tabletta, és attól függően, hogy az utasok akkor férfiak, nők, gyermekek, ennek megfelelően különböző gyógyszerekkel lehet készülni. Ami mindig kell, az a kötszer, a sebfertőtlenítő. Sebfertőtlenítőből érdemes olyat választani, ami vagy kenőcs halmazállapotú, vagy szilárd, tehát lehet kapni tablettát, amit ha feloldanak folyadékban, akkor fertőtlenítőszerként jól használható. Repülőgép esetében érdemes arra is gondolni, hogy bizonyos mennyiség fölött nem lehet folyadékot a repülőre vinni, ezért amiből lehet, érdemes szilárd halmazállapotú készítményt választani. Egy egzotikus országba utazás során az ételek is okozhatnak problémákat, amire érdemes felkészülni. Jó, ha van hasfogó, emésztés segítő készítmény is görcsoldó a kistáskában. És oda kell figyelni ezeknek a készítményeknek a tárolására és szállítására is. Érdemes kisebb neszeszerben vagy jól különítve a többi magunkkal vitt ruhától vagy dolgoktól vinni a gyógyszereket. Arra érdemes figyelni, hogy ne maradjon bent forró autóban, ne érje közvetlen fény, illetve a gyermek sose férjen hozzá ő könnyedén, ez a gyógyszereket esetében mindig fontos. És hogyha már nyári időszakról beszélünk, napégésre mindig érdemes készülni, erre léteznek habok, ezek talán a legjobb készítmények, mert akkor nem kell a bőrhöz hozzáérni és kenőcsöt kenegetni, hanem csak ráfújni, illetve allergiás tünetekre érdemes még készülni, akár káciumpesgő tablettával, vagy szintén kenőcsökkel, tablettákkal. A legkedveltebb nyaralási célpontokon, mint például Olaszország, Törökország vagy Egyiptom, könnyen el lehet kapni fertőző betegségeket. Utazás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a célországra vonatkozó kötelezően előírt vagy ajánlott védőoltásokról. Ahhoz, hogy ezek immunológiai hatása megfelelően kialakuljon a szervezetünkben, az első oltásokat legalább 6 héttel az indulás előtt meg kell kapni.
A harmadfokú hőségriasztás meghosszabbítására tekintettel július 18-áig a MÁV start naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet oszt a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, így Nyíregyházán is, az utascentrumnál és az ügyfélszolgálatokon. A volánbusz munkanapokon 12 és 14 óra között a Népliget autóbusz állomáson és a vármegye székhelyek nagyobb forgalmú busz állomásain oszt ásvány vizet az utasoknak. A MÁV volán csoport a vizet a készlet erejéig tudja biztosítani. Arra kérik az utasokat, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal induljanak útra. Egy a jelenleginél összehangoltabb közösségi közlekedés terve van születőben a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei megyeszékhelyen. A Nyíregyházi intermodális csomópont létesítésével gördülékenyebben és komfortosabban utazhatunk majd. A MÁV volán csoport az elmúlt évtizedek legjelentősebb tarifa reformját hajtotta végre az évtavaszán. Mintegy 3,5-4 millióan használják a közösségi közlekedést Magyarországon. Az elmúlt évtizedek legjelentősebb tarifareformját hajtotta végre idén az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV volán csoport. Hangzott el a MÁV volán csoport juliálisának megnyitóján. Ilyen változtatás volt például, hogy minden 14 év alatti és 65 év feletti utas díjmentesen utazhat, továbbá március 1-től díjmentesen vehetik igénybe a helyközi közlekedést a fogyatékossággal élők és a tartós betegek kísérőjükkel együtt. Az elmúlt egy-két évben nagyon sok jelentős változás következett be a MÁV volán csoport életében, amelynek kihatása van az utazóközönségnek az életére, hiszen az új tarifa reformnak köszönhetően, az országbérletek és a várbegyemjeleteknek köszönhetően jóval olcsóbban, sokkal többen vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Ez kiegészült informatikai fejlesztésekkel is a MÁV applikációnak azon szolgáltatásai, amelyek lehetővé teszik a különböző menetjegy és egyéb termékeknek a vásárlását. Ezek én azt gondolom, hogy mind megkönnyítették az utazóközönségnek. A tarifarendszer átalakításán túl szó esett az infrastruktúrális fejlesztésekről is, melyek egy sokkal gyorsabb és komfortosabb megoldást ígérnek az utasoknak. Debrecen után a nyíregyházi intermodális csomópontnak a tervezése is ugye finiséhez érkezik lassan. Ennek eredményeképpen majd, hogyha döntéshozók úgy döntenek, hogy az építés elkezdődhet, akkor ez egy hatalmas lépés lesz, azt gondolom, az intermodalitás irányába való lépés, hiszen összekapcsolja a különböző közlekedési módokat, ez a városi közlekedésnek egy hatalmas előrelépés lesz. Ezen kívül tervezés alatt van Debrecen-Nyíregyháza 100-as vasútvonalnak az átépítése. Korábbi években, évtizedben már Szajoltól Debrecenig ez a változás megtörtént, és ha ez a tervezés is a végéhez ér, és a forrásokat biztosítják a megépítésére, akkor itt is egy hatalmas változás léphet életbe, hiszen akkor ezen a pályaszakaszon is immár majd 160 km/h sebességgel, egy magasabb tengelyterheléssel lehet közlekedni, ami mind az utazóközönségnek, mind az árufuvarozóknak egy magasabb szolgáltatási színvonalat fog tudni nyújtani. Vinnai Győző beszédében kitért arra, mennyire fontos Szabolcs-Szatmár-Berekvár megye életében az, hogy egy 21. századi jól működő, összehangolt közösségi közlekedés segítse az emberek mindennapjait. Az egyik változás az, hogy elérhetőbbé vált az utazóközönség számára a vasút és a volán, az autóbusz, az országbérlettel és a vármegyebérlettel, tehát nagyon népszerűek ezek. A másik pedig, hogy fejleszteni kell, a 21. század igényeihez kell alakítani, pontosnak kell lenni, komfortosnak kell lenni ezeknek a vonatoknak, illetve autóbuszoknak, környezetbarátnak kell lenni, és örömmel számolhatok be arra, hogy a választókerületet is érintik ezek a fejlesztések, hiszen hogyha arra gondolok, hogy Nyíregyházán egy intermodális csomópont, ez azt jelenti, hogy a vasút és a volán egymás mellett lenne és összehangolja a menetrendet, is az utazóközönségnek nagyon jó lenne, ezen dolgozunk, illetve a Tokaj úti aluljárón is tervezési fázisban van, illetve a Nyíregyházát elkerülő körgyűrű megépítésére is remélem, hogy belátható időn belül sor kerül. A változtatásokról az utazók információkhoz juthatnak a MÁV csoport online felületein.
A napok óta tartó forróság is kihívások elé állítja azokat a dolgozókat, akik a pályakarbantartási munkálatokat végzik, így érdemes utazásunk előtt tájékozódni szintén az online felületek igénybevételével, illetve az állomások információs pontjain, a járatok késéseit illetően. Sikeres volt a Guinness Rekord kísérlet Vásárosnaményban. Az idei Zoárd napi sokadalomban 400-an énekeltek egyszerre beregi népdalokat zenekari kísérlettel. A kezdeményezésre intézményektől, civil szervezetektől, határon innen és túlról is érkeztek résztvevők. A kétnapos fesztiválon főzőverseny és nagy koncertek is várták a látogatókat. Zoárd napi sokadalom Vásárosnaményban. A kétnapos fesztivál felvonulással indult, majd rendhagyó módon rekordkísérlettel folytatódott. Gondolkodtunk azon, hogy milyen új elemet próbálhatnánk ki a Zoárd napi sokadalomban, ami még nem volt, és valahogyan felötlött az, hogy mi lenne, ha egy szép beregi népdalcsokor elhangozna nagyon sok ajakról, és hát innen adódott az ötlet, hogy akkor ez legyen egy rekordkísérlet. Megcéloztunk egy ilyen 5-600 fős létszámot. Jelen pillanatban bizakodóak vagyunk, bár azért az időjárás is igyekszik rekordot dönteni, és mivel sok idős jelentkezőnk is van, meglátjuk, hogy a hőség ellenére is kimernek-e jönni. A legidősebb jelentkező 99 éves Vásárosnamény legidősebb polgára, Szolnok Feri bácsi, aki semmiből nem maradt ki, és hát gondolom azért az ő korosztályának ez a meleg, ez azért egy kicsit sok. A szervezők több intézményt, civil szervezetet és önkormányzatot kerestek meg a rekordkísérlet előtt. Szinte mindenütt nyitott ajtókon kopogtattak. A Panoráma Világklub színeiben jöttünk, nagyon fontosnak tartom én, mint hagyományőrző, ezt a mostani rendezvényt, hiszen a nép hagyományokat nem csak őrizni kell, hanem így, mint most is a mai alkalommal továbbadni, hadd lássák azok is, akik tulajdonképpen nem is nagyon ismerik ezeket a népdalokat. Csodálatos három népdal, ezt még valamikor édesanyám is mindig főzés közben énekelte, úgyhogy én már kisgyerekkorom óta tudom ezt. És amikor először megláttam a hirdetést a Facebookon, akkor elhatároztam, hogy itt leszek, mindenféleképpen, pedig barátnőmnek, a férjének a temetéséről jöttem egyenesen ide, de annyi időt szakítottam, hogy a szatmári népviseletet is magamra öltsen. A rendezvényt a város névadójáról, a honfoglaláskori Zoárd kapitányról nevezték el, aki a Tisza beregi szakaszához érve úgy bíztatta Gergely nevű vitézét, ugorj na, majd miután a vitéz átkelt a Tiszán, tovább küldte no menj felkiáltással. Az átkelést nem vállalók és a Tisza partján letelepedettek lakott helye a monda szerint így kapta a Gergelyi és ugornya, valamint a namény nevet. 2011-ben kezdtük el a Zoárd napi sokadalom rendezvényünket. Gyakorlatilag ez a 11. alkalom érdekes módon, hiszen a Covid miatt egyszer kimaradt, aztán pedig két alkalommal lementünk Gergely-Gornyára, helyszínváltozást kezdeményeztünk, aztán rájöttünk, hogy jobb lesz ez a két hét között, hiszen a mottónk is az, hogy hét hagyomány és szórakozás között. A gasztronómia, a szatmár bereg megismerése, kiemelten Vásárosnaménya bereg szíve és az itt élő embereknek a mindennapjainak a megismerése, valamint a múltunk, a hagyományaink, a népszokások, mindazok megelevenednek ezeken a rendezvényeken, és megelevenedtek eddig is, amelyek által mi meg szeretnénk mutatni magunkat. Szeretnénk azt, hogyha az ideérkezők visszatérő vendégeink lennének, hiszen Vásárosnaménynak, mint a bereg szívének a legfontosabb kitörési pontja a turizmus. A Guinness Rekord kísérletre közel 20 településről érkeztek vendégek. Most, hogyha lehet azt mondani, nem is mint megyei közgyűlés vagyunk itt, hanem inkább mint a vármegyei értéktár, mert valóban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez a rekordkísérlet ez
ez ne csak hogy eredményes legyen, hanem nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy például szolgáljon majd másoknak is, hogy igenis lehet olyan kezdeményezéseket megvalósítani, amely egy picit színesíti a hétköznapokat, picit színesíti egy-egy településnek az ünnepnapjait is, és bízunk benne, hogy majd itt, aki eljön, a hőség ellenére biztos, hogy nagyon jól fogja érezni magát, és hosszú-hosszú évek múlva is emlékezni fog arra, hogy ennek a rekordkísérletnek a részese volt. A rekord végül sikerült. Igaz, a kánikula miatt az előzetesen regisztrált 720 emberből nem érkezett meg mindenki. A rekord közeli melegben pedig 400 aktívan éneklő résztvevőt számolt össze a hitelesítést végző szakember. Az Országos Széchenyi Könyvtár gyors jelentése szerint országszerte nőtt a könyvtári táv használata lakosság körében. A Murray Zsigmond megyei és városi könyvtár szolgáltatásait ilyen formában több mint 1,5 millióan vették igénybe. A személyes könyvtár használat lassabb ütemben tér vissza, de a növekedés folyamatos és stabil. A személyes könyvtár használat lassabb, de folyamatos és stabil ütemben kezd visszatérni az emberek mindennapjaiba. A távhasználat pedig 2023-ban elérte a legmagasabb értéket 2015 óta. A pandémiához gyorsan alkalmazkodni kellett, és amit lehetett, átültettek a digitális térbe, emiatt nőtt meg a könyvtár távhasználata. E-mailben, telefonon is megkeresnek minket különböző információkért, de az adatbázisaink, katalógusunk, a JADOX helyismereti adatbázisra is gondoljunk, a digitálisan feltöltött tartalmakra, ami bárki számára hozzáférhető. Katalógusunk van, az előjegyzés, hosszabbítás, de már gyakorlatilag 0-24 órában elérhetőek vagyunk, hiszen van egy könyvkölcsönző automatánk, és ez pont az energiaválságos időben nagyon jó volt az olvasóknak, mert ugye be nem jöhettek, de az automatába kérhették a könyveket, és akkor nagy volt a forgalma. Most pedig ebben a nyári hőségben megint kezdik még jobban használni, hiszen inkább a reggeli, hűvösebb órákban, vagy az esti órákban látogatják az automatát, de bármikor oda megkérhetik a különböző dokumentumokat, és amikor jól esik, használhatják. Emellett a könyvtárban is nyüzsgés van, és nem csak a táborok miatt. 35 diákmunkás tölti itt a hétköznapokat, és folyamatosan érkeznek azok a középiskolások is, akik az 50 órás közösségi szolgálatukat szeretnék itt teljesíteni. A diákok a polcokat rendezik, tehát a már nagyon tömött polcokat szellőztetik, illetve le is takarítják a porttól. Ez nekünk nagy segítség, hiszen kevesen vagyunk, a szakmai munkával kell inkább foglalkozni, és ezek az ilyen dolgok a háttérbe szorulnak, de lesz egy új fiókkönyvtárunk, amely majd hamarosan megnyílik a Józsavárosban, és ott is nagy segítségnek bizonyultak a könyvpakolásban, dobozolásban, valamint a feldolgozó csoportban is vannak gyerekek, akik a könyvek feldolgozásában, felszerelésében, ugye vonalkóddal ellátják, RFID kódot ragasztanak bele a könyvekbe, úgyhogy igyekszünk bevonni őket minden területen. A könyvtár munkatársai az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy ugyanolyan nagy hangsúlyt kell fektetniük az online és a valós térben való működésre. Vannak olyan fogyasztók, akik még mindig szívesebben mennek be személyesen egy könyvtárba, a fiatalabb generáció viszont szívesebben él az online lehetőségekkel. Az újfehértói MB Kandalló csapata nyerte a 12. Sóstói Strandfoci Fesztivált, a második helyen a nyíregyházi Rusi Autókozmetika együttese végzett, a harmadik helyet pedig a Romeo Vác gárdája szerezte meg. A nőknél a Nyírség FC végzett az élen. A tornán 32 férfi és 4 női csapat lépett pályára. Napsütés, kánikula, strand, homok. Minden adva volt ahhoz, hogy a 12. Sóstói Strandfoci Fesztiválon tökéletes legyen a hangulat. A szervezők mindent megtettek azért, hogy a hőségriadó ellenére a lehető legkomfortosabb körülményeket teremtsék meg a játékosok számára. Csütörtök délelőtt a 4 női csapat mini tornájával indult a rendezvény, majd délután elkezdődtek a férfiak csoportmeccsei.
A 32 együttes 4 megyéből érkezett, de volt budapesti és határon túli résztvevő is a mezőnyben. A meccseken nem csak a hőség miatt voltak forró pillanatok, de végig sportszerű hangulatban futballoztak a tűzforró homokon a játékosok. Ez a 4 nap ez fantasztikus volt, hiszen az idő is csodálatos volt, végig óriási tömeg vette körül minden egyes alkalommal a pályákat, és ezek a csapatok, akik most ide eljöttek, ezek olyan csapatok, akik gyakran visszajárnak hozzánk, hiszen a 80%-a általában mindig itt van ezen a tornán, és igazán sportszerű találkozók voltak, szerencsére nem volt komolyabb sérülés. Hát a strandfociban mindig van egy-két bütyök feltörés, de egyébként semmi olyan komoly sérülés nem volt, fantasztikus küzdelmek voltak, és számunkra az a leglényegesebb dolog azon túl, hogy jó sikerült a torna, hogy már is Matavojszki vezérigazgató úr a 13-hoz is hozzájárult, úgyhogy gyakorlatilag lesz 13. strandfoci fesztiválunk is. A főszervező szerint nem csak a csapatok létszáma, hanem a játék színvonala is nőtt az elmúlt bő egy évtizedben. 6 csapattal kezdtük ezt a játékot, és akkor még majdnem, hogy azt kellett mondani, hogy kézenfogva kellett bevezetni a csapatokat erre a tornára, és most már nagyon megtanulták, és bejárják az egész országot is, viszik a nyíregyházi strandfocinak is a hírét, és most már az, hogy nemzetközi a torna, ez óriási. Itt egy igazi érdekes példa az, hogy Almás Szori csapata Szlovákiából érkezett hozzánk, most már 3. éve, és ők annyira nem tudták ezt a játékot, hogy majdnem, hogy azt kellett megmutatni, hogy pontosan a pálya hol tartózkodik. Hát mit ad Isten, rögtön az első csoport körből fantasztikus játékkal, igazán komoly akciókat vezetve tovább is jutottak. Tehát ez azt jelenti, hogy sokat tanulnak, fejlődnek a csapatok, és nem véletlen az, hogy egy hét alatt beszokott elni ez a tornának a létszáma. A tornát a nőknél a Nyírség FC csapata nyerte. A férfiaknál az újfehértói MB Kandalló végzett az élen a nyíregyházi Lusi Autókozmetika előtt. A 3. helyet a Rómeó Vác gárdája szerezte meg, a 4. helyen a nyíregyházi Horzolbau Kft. Zárta a tornát. A gólkirály a váci Krasjánszki Martin lett. A legjobb kapusnak a korzolos Pécsi Viktort, a legtechnikásabb játékosnak a Rusi Autókozmetikában játszó Balázsi Pétert, a legjobb játékosnak pedig az MB Kandallót erősítő Seres Konrádot választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A rendszeresen szedett gyógyszerek mellett jó, ha van sebfertőtlenítő, lázcsillapító és görcsoldó is a házi patikában az utazás során. Gyakran előfordul hasmenés, ez esetben a legfontosabb a megelőzés, vagyis a fokozott higiénés szabályok betartása. Utazás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a célországra vonatkozó kötelezően előírt vagy ajánlott védőoltásokról is. Az elmúlt évtizedek legjelentősebb tarifa reformját hajtották végre idén Magyarországon, hangzott el a MÁV Volán csoport juliálisán Nyíregyházán. Az infrastruktúrális fejlesztéseknek köszönhetően pedig komfortosabban és gyorsabban juthatnak majd úti céljukra azok, akik a közösségi közlekedést veszik igénybe. Rekordot döntöttek Vásárosnaményban. Az idei Zoárd napi sokadalomban hivatalosan 400-an énekeltek egyszerre beregi népdalokat zenekari kísérlettel. A rekord kísérlet a kétnapos fesztivál nyitó ünnepségén zajlott. A rendezvény sorozatot 11. alkalommal tartották meg a városban, a hagyományőrző programok mellett nagy koncertekkel, főzőversennyel is várták az érdeklődőket. Július 15-én hétfőn a Kölcsei televízió híradóját látták. Nem sokára időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kedden erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, a déli óráktól viszont szorványosan számítani kell záporok, zivatarok kialakulására. Az esti órákra a gomoly felhők az északkeleti-keleti országrész kivételével fokozatosan leépülnek, és egyre több felé kiderül az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 35 fok körül alakul.